A hó miatt az átlagoshoz képest több riasztása volt a Fejér megyei mentőknek. Az egyenruhások legtöbbször traumás sérüléseket láttak el, a csúszós úton ugyanis sokan törték kezüket vagy lábukat. 10-15%-kal emelkedett a forgalmunk, az eseteinek egy jó részében volt lányrészsérülés, illetve végtagi sérülés, ami az elcsúszásból adódó balesetek voltak. A mentőkkel együttműködve a rendőrök több ember életét mentették meg a fagyhaláltól. Többen közterületen szorultak segítségre, de olyan férfire is felfigyeltek az egyenruhások, aki fűtetlen lakásban él. Bicskén a Galagonyás Dűdöből érkezett bejelentés, miszerint ott egy férfi egy fűtetlen házban lakik. A férfinek a testvére magához fogadta őt, azonban nem érezte jól magát a komfortos helyen, és inkább visszament a Galagonyás Dűlőbe. Oda többször kimentek kollégáink, és a férfit nyilatkoztatták, de ő nem akarta elhagyni a lakását, ezért őt visszatérően ellenőrizzük élete és testi épségének megóvása érdekében. A kríziskezelő központ teltházzal üzemel a téli hónapokban. Az intézményben éjszakánként mintegy 80 embernek nyújtanak menedéket. A szálláshelyet azonban nem mindenki veszi igénybe, ezért az utcán élő hajléktalan embereket az úgynevezett teajárat keretében látják el a szociális munkások. A szálláshelyei, az éjjeli menedékhely, az időszakos férőhely, illetve még egy lakókonténer, gyakorlatilag tele van, tehát szivacsokon helyezzük már el az embereket, akik pluszba bejönnek. A lényeg az, hogy meleg helyen legyenek, akik elfogadják az intézmény házi rendjét, a közösségi együttélés szabályait. A kríziskezelő központ forró étellel, itallal, gyógyszerekkel, takaróval és ruhával segíti a hajléktalan emberek boldogulását. A téli cipőből azonban kifogyott az intézmény, ezért arra kérik a székesfehérváriakat, hogy akinek van feleslegessé vált téli férfi lábbelie, az vigye a Sörháztér 3-as szám alá.